Szinte minden hétre jutott néhány zápor az idei nyáron. Az időjárás szöges ellentéte volt az egy évvel azelőttinek. A sok csapadék a lakossági igényen is megmutatkozott. Jóval kevesebb vizet értékesített idén a nyírség ZRT, mint 2022-ben, mondta el Könnyű Zsolt, a Vármegyek 91 településén szolgáltató cég megbízott vezérigazgatója 35 perc című műsorunkban ez meglátszik a 23-as értékesítésünkben is, hogy nyári időszak, az csapadékos volt, Körülbelül egy olyan 16 millió köbméter jó vizet terveztünk eladni, 15 millió köbméter szennyvizet tisztítunk meg ebből kifolyólag, csökkent az értékesített mennyiség, csökkent a bevételünk, és 2-300 millió forintra tehető éves viszonylatban ez az összeg. Könnyű Zsolt hozzátette, az inflációs hatások ellenére a vármegyet több pontján sikerült fejleszteni, ezáltal javítani az ivóvíz minőségét. Több éve tart már az vízminőségjavító projekt, programok voltak, amelyeknek a eredőjeként a, a felhasználók, a lakosok pozitív visszajelzést adtak, tehát ezek a fejlesztések eredményesek voltak, és kifelé megyünk már ebből. Idén két településen volt fejlesztés, a térségben, a Rakamasz térségében, illetve Demecserben lesz, ami még folytatódik a jövő évben. Ezeket mindenképpen mi szeretnénk, hogyha végbe mennének. Mi, mint üzemeltetők azon vagyunk, hogy minél jobb, minél biztonságosabb módon tudjuk az ivóvizet eljuttatni és felhasználásra átadni a fogyasztók számára. A vízi közmű szolgáltatáshoz 12 éve változatlan áron lehet hozzájutni, ez azonban jövőre változni fog. A lakosság 2024-ben is rezsi csökkentett áron vásárolhatja az ivóvizet, a közületeknek és vállalkozásoknak ugyanakkor többet kell majd fizetni. Ez főként amiatt van, mert a szolgáltatók energiaköltségei jelentősen megemelkedtek az orosz-ukrán háború kirobbanása óta. Ezt végtelenségig nem lehet, hogy 2011 óta nincs díjemelés, ezekből nem lehet hosszú távon rendszereket fenntartani, sem a működés, sem a pótlási felújítási forrásokat nem lehet biztosítani. Tudomásunk szerint 2024-től változnak majd a díjak, a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény nem régiben jelent meg, annak a módosítása pontosabban, amely lehetőséget biztosít a miniszter számára, hiszen ezek, ezek nem a cégtől függő események, hogy díjat megállapítsanak. Országosan egységes díj lesz a nem lakossági szegmensben, tehát ez azt jelenti, hogy az intézményeknek, közületeknek, vállalkozásoknak véletően 2024-ben magasabb díjat fogunk tudni szolgáltatni, ami arra mindenképpen szükséges, hogy megfelelő biztonsággal tudjunk működni, és az eszközöket is tudjuk pótolni, ami elengedhetetlen. Az egységes árak meghatározásáról a Magyar Országgyűlés dönt.